Sziasztok, Mário vagyok. Sziasztok, Gergő vagyok. Gergő, miért leszpanoltál? Hát, miért te nem? Itt vagyok a fán. Hát, hogy kerültél oda? Innen, hogyha leugrok, nem fogok meghalni. Nem tudom, gyere, elkaplak. Várja, elkaplak. Hol vagy? Na, gyere! Elkaplak. Hova? Három szív. Na, az 1.7-tel el akartunk indítani egy új Minecraft sorozatot. Majd fogunk móddal is játszani, meg más textúra pakkokkal is. Én terveztem videóbemutatókat, még akár végigjátszások. Nem tudok beszélni. Ja, baki. Végigjátszásos videókat is terveztem. És hát arra gondoltam, hogy kommentben megírhatjátok majd, hogy milyen módokban játszunk, és majd későbbi időkben, hogy milyen játékot játszok majd végig. Miért röhögsz? Semmi. Nyelvtanárhoz kéne járnom. Jó, Anna. Amúgy, hol legyen a házunk? Legyen ott a barlangban, az ott tök jól néz ki. Ja. Ott a creeper mellett. Ott egy gonosz. Gonosz. Ez konkrét. Amúgy ott van egy spawner, szerintem az lesz lent. Spawner hol? Len a víz alatt. Vá, creeper, vissza! Ketten vannak. Elképzelhető. Vízba, ha a creeper robban, akkor ugye nem robban. Felrobban. Mellette? Nem tudom, hát, robban. Hát a vízbe robban, akkor nem nagyon törnek szét ott mellette a blokkok. Tök jó, ez egy... Talán egy creeperrel minden. Vissza. Ne közeledj! Ne szerencsétlenkedj ma ott azzal a... Jó, ez a harmadik, na. Örülök. Annyira szeretem, hogy építeni akarunk valamit, és tönkreteszik a creeperek. Ó, rohadjanak meg. Találunk olyan módot, rakjuk már fel, hogy nem pusztítanak. Ó, egy kis lag. Amúgy egész gyönyörű ez a textúrpak. Ja, nekem is tetszik nagyon. Az az érdekes, hogy a szén az ilyen virág alakú. Picikét laggol. Na. Röpke kisvágás. Jaj, technikai baki. Szerintem azért a fáért nem megyek. Szedjünk fát, és akkor hol legyen a házunk? Abba a barlangba? Hát nem tudom, felemelt itt. Jó, oké. Amúgy szerintem kérdeztetitek, hogy minek még egy Minecraft sorozat? Hát, mert miért ne? Hát, ha már mások is elkezdték, akkor miért ne? Hoppá. Ezt akartam. Ja. Kiéreztem a vizet. Mit csinálsz a vízzel? Már semmit. Ja. Elállítottad. Bocs. Csinálok egy workbench-et. Ne, már van. Ne csinálj még egyet. Már késő. Húha, ez a csákány, ez tényleg úgy néz ki, mint egy kapa. Mondtam. Nem számít. De kőbe is ugyanígy néz ki, úgyhogy. Ezt falazzuk be. Jó, csak először alakítsuk már ki szemre. Hát jó, de azt ott falazz be azért. Jó. Olvasztót követ majd azzal. Jól nézzen ki. Akkor azt is kis... Ouch. Úgy van, gyere be elém. Itt álltam. Amúgy majd, ha... sikerül, akkor lehet, hogy én is fogom venni, és akkor két ablakba lesz. Ja. Még nem tudjuk hogyan, de... Majd valahogy. Hát, hogyha ezt is tudjátok, hogy lehet megoldani, kommentbe írjátok meg, mert jó lenne tudni. Ja, és hogyha akarjátok. Írjátok meg kommentbe, hogy akarjátok-e, vagy nem. Mindent írjatok meg kommentbe. Ja. Milyen kus van. Nem hallod a munkának az aját? Keresek disznót. Hol szerzek mi a tökömet?
Szenet, igen. Itt van, gyere, nézd. Már itt is váltam. Mindegy, akkor én kiszedem ezt. Hallok valahol gonoszokat. Hova? Magyarul zombikat, meg csontvázakat. Amúgy most csak zombit hallottam. Egy csontvázat? Esküszöm, ez a szén, ez úgy néz ki... Mint egy virág. Nem, mint a nyuszi szar. Nem viccelek. Komolyan, a nyuszi bogyó. Vagy a kecske, yeah. Kecske bogyó, az is hasonlít hozzá. Ja. Yeah. Tényleg esteledik? Esteledik, ja. De szar. Akkor gyorsan kiszedem a szenet. Na, itt nem, van 13. Ajjahó, úgy tűnik van. Ajjahó, az konkrét. Már énekelnek itt a zombik. A dalolás. Kellene sok bárányt találni. Meg vasat, hogy legyen borotvánk az 1.7-be. Igen, az is bejött. Amivel nem csak a bárány szőrít, hanem a lombokat is lehet. Tök jól néz ki a izé. Ez. Micsoda? Ez. Mi az az ez? A fákja. Ja. Tök szépen néz ki. Még nem láttam ebbe a textúrpakba. Még csak most játszok vele komolyabban. Yeah. De most te hova mész, hogy mit csinálsz? Én szerem a szenet. Van egy kiló, gyere már. Jó, hát szed ki egyedül. Adtam fákját. Kösz. Ez kellett. Az biztos, de ide nem fognak bejönni a gonoszok? De. De. Kösz. Te nem itt mondják. Vagy bejön vagy. Ó, bárány bácsi. Meg öllek. Úgy kösz. Ú, de idegesítő, hogy most már borotvá van. De fordult a nyelved, mi? Mi? Ja. Igen. Sejtem, mit akartál mondani. Ne fantáziálj. Na, most ha kéne is valamit csinálnom, mert aztán... Izé... ne. Lepcsönd vagyok. Na most először csak egy ilyen kis akármit ide csináljunk, egy bungalót ide. Ne jöjjenek be a gonoszok. Azaz fából, amikor kevés van belőle. Akkor ne hőbölögj, akkor mivel csináljam? Na. Nem tudom. Várjál. Akkor kivágom. Na. De csináljunk valami... kézzelfogható dolgot, mert ez így nem lesz jó. De miből? Van nálam... hát mindenből. Van nálam cobblestone. Eldobtam. Ezért csináljuk. Vagy nézd, gyere! Ne. Vagy inkább itt nem is jönnek szörnyek, nézd meg. Ahogy hívják ott, amúgy nem is láttam az új téglát. Állítólag annak is új alakja van. Skinje? Vagy... Aha. Ugye föl sem tudnak jönni a gonoszok. Mondjuk az is durva, vagy textúrpakba akarjuk megnézni az új skinét a téglának, de... Mondjuk jó, de nem baj. Nem érdekes, ne foglalkozz vele. Na, bányásszunk addig. Gonoszok addig ott el... gonoszkodnak. Ja. Addig bányászok. Még hogy nem jön fel, most tört meg majdnem egy creeper. Jó, hát mert... Mert feljött. Jó van, na. Várja. Gyere föl. Gyere már föl. Fent vagyok. Nem tud majd föl. Jó volt ez a hang. Menjél innen, megölt. Meg. És most hova? De most nem azt felspannoltam végre. Micsoda? Most nem a felspannoltam. Jó van, hát. Mákod van. Ja. Amúgy az 1.7-ben új alakja van a cobblestone-nak is, amit most nálunk nem fogtok látni. Az alakja, ó, csesz, az ugyanolyan, nem? Igen, kocka, skinje. Jól van. Skinje, jól van. Ez háromszor. Ebben én kötni. Nem kötekedek, na, te szoktál kötekedni. De jól néz ki. Micsoda? Várj, valami lőtt vissza. Várj, visszaadom a cuccaidat. Ték egy ládon, de jó. Mindig ezt nyomom meg. Tök jól néz ki. Tudom.
Adok szenet, gyere ide. Jó, na, hozzád esett az összes. Mi volt még nálad? Más nem is volt nálad. Volt nálam egy workbench. Tényleg? Ó, de hülyén néz ki, hogy hívják. Mi? Csontváz? Csontváz. Hol van? Ja. Jé! Ájjaj. Baj van, kiléptem. Á, menj innét! Az, na, itt vagyok. Segíts, Mário! Mit segítsek? Mi ez? Jézusom, ölni. Mi volt az? Meg akar tölni, úristen, egy szíves. Hero Brain volt, vagy ki volt az? Ja, az csontváz, semmi. Volt. De gyere már, ilyen szőrösnek tűnt. Ja, én is ilyen barna volt. Vagy nem tudom. Most elkergettem, megöltem. Jó van. Na, ezt a részt, ez, itt mindez lesz a házunk, ezt itt alakítsuk ki normálisan. Igen, alakítsuk kézével, kővel, amit majd olvasztunk. Sütő. Van egy csomó szén. Hajra. Jó, várj, mindegy. Könnyű megoldás. Ez így. Amúgy inkább innen szedem, nem csak itt a házunkat. Mit akartam? Nem szuszogok bele a mikrofonba, mert ma a többiek nagyon panaszkodtak, hogy Nem. Hangosan lélegzek. Hát egy picit, de hát megszokott. Aj, mi nem szóltál előbb? Hát nem nagyon. Mindegy, nem számít. Itt ilyen szépre. Na. Ja, és a kezemben nagy flintásztírt. Jó? Az biztos, hogy nem adok. Fú, képzeljétek el. nem úszott meg, elmesélem. Minecraftoztunk nagyba már egy hete. Á, de hogy is. De egy öt napja. Á, nem volt annyi. Öt napja már biztos. Jó, az négynek is. Jó van, ne kötek egy, na. Jó. Építettünk egy... Egy... Ez hogy kapott ide? Creeper. Meghaltál? Aha. Fú, de jó, mindegy. Na, annyi fán spawnoltam. Na mindegy. A lényeg az, hogy építettünk már egy igen szép kis házat. Izét, kis kertet, meg minden. Házat, nagyon öt emeletes panel volt. Tök jól nézett ki. Nagyon, mindegy, hagyj mes, na, csönd Mario. Nagyon szépen nézett ki. Mario csinált egy flint and steelt, egy ilyen gyújtóst. Basszus, én lembányászok a bányába. Hallom, hogy a többiek üvöltöznek, hogy Mario, te hülye, mit csináltál? Úristen, mekkora egy hülye vagy, és akkor mit csináltál, Mario? Te kurva creeper már megint, már bocsánat. És megyek föl, látom, hogy már hiányzik a háznak a fele. Nem mondom, az meg. Hát igazából úgy volt, hogy akkor még nem voltam ilyen rutinos Minecraftos, lőni akartam egyet az ilyen csak úgy hülyeségből, azt átváltottam szépen ügyesen. Jó van. Elégett úgy, tök gyorsan elégett, egy olyan fél perc alatt. Hát ja, fél perc alatt. Az egy heti munkánk, de előtte a... Mindegy, nem ismeritek, úgyse, 100%. A haverunk a Minecraft, ő is Minecraftozott velünk. Lement a bányába, és ilyen fél percenként felkiáltott, hogy gyémánt, és akkor tökörültünk neki, lesz gyémántunk, ez az. És... Végén 27 gyémánt. Egyszer csak így megszólal, ugye... Ha mondok most valami rosszat, ugye nem lesztek rám mérgesek, és akkor... Mondom, azt mondja. Elégett az a 30 valahány gyémánt, mert beleesett a lávába, hallott. Nem 27? Nem, 30 valamennyi volt. Ja, utána megszól az, kéne kiszélye. Mondom, nálam van 200 darab. Erre már jövök beleesett. Bum, beleesek oda Dani mellé. Hopp. Ó. Akkor majd lehalkított szépen. Mert nem kéne reklámozni, hogy kiesett bele. Oké, majd ezt kivágjuk.